Jó napot kívánok, köszöntjük Önöket itt a Kazinci Ferenc Múzeum raktárában. Az előző részben az ácsolt ládáról beszélgettünk. Ugye az ácsolt ládákat. Tulajdonképpen a két világháború között is készítették. Még volt olyan mesterember, aki a második világháború után is el tudta készíteni. De akkor már igazából a használatból ezek kikoptak. Az ácsolt ládákkal párhuzamosan megjelentek az asztalos ládák is. Ugye ez mit is jelentett? Azt jelentette, hogy már nem kemény fából, hanem puha fából készítették, főleg fenyőből ezeket a bútordarabokat. És ugye mivel a fenyő az kevésbé szépen faragható, ezért inkább a festett díszítés terjedt el ezeken a darabokon. Ezek akkor váltak tömegessé, amikor megjelentek a fűrészmalmok Magyarországon, hiszen nagy mennyiségben akkor tudták a fenyődeszkát már e, szép formában előállítani. Nézzük meg, hogy mik is a e, asztalos ládának a e, sajátosságai, e, ezt bemutatjuk egy olyan ö, festett ládán, amely a kérdi nagybozsoki hagyatékból került be a gyűjteménybe. Ugye amit lehet látni, és ö, ugye teljesen más, mint az ácsolt ládán, az az, hogy ö, másféle technikával ö, állították össze a darabokat. Például ilyen csapok kialakításával, vagy átlapolással, és ö, ezeket már szögeléssel is rögzítették. A másik dolog, hogy ugye egyenletesebb maga a felülete a deszkának, hiszen ezeket gyalulták, csiszolták, de nem ács technikával, hasított technikával készültek el. A formája is kicsit más, hiszen nem kellett nútos keresztszerkezetet elkészíteni és abba illeszteni bele a lapokat, hanem magukat a lapokat össze lehetett állítani. Ennek a ládának a ö, szépségét azt itt az előlapon lehet látni, hiszen egy festett ládáról van szó. 1861-ben készült ez a láda, és virágmotívumokkal van díszítve, ami érdekes, hogy piros, fehér és zöld színeket használtak a díszítésre. Itt látható a virágcsokor egy valamiféle vázából indul el, de ennek csak a teteje látszik a díszítésben. Illetve itt az alsó részen pedig kisebb virág kompozíciókat lehet látni, itt rózsából, itt kisebb apró virágokból, megint rózsából. Ami még jellemző ennek a ládának, hogy itt takarólecek voltak rajta, ezt lehet látni, hogy ott a maga a festés az nem jelenik meg, tehát ebből tudjuk, hogy, hogy ott még voltak rajta alkatrészek. Sajnos a láda nagyon hiányos, a teteje az megvan, de nem díszített, és elég rossz állapotú. Erről a ládáról jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy hol készítették, de a következő részben bemutatunk egy olyan ládát önöknek, amely az úgynevezett sátorajói helyi festett bútorokhoz tartozik. Köszönjük szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!